Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Boldogulás sorozatunk következő epizódjával vendégünk ismét Ratkóczi Tibor. Köszönöm, Tibor, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a nézőket. Hogy a témát még hitelesebben tudjuk boncolgatni, ezért a CMM stábja átköltözött jelen adáshoz a Harmónia Életsziget központba. Tibor, az első kérdésem hozzád az, hogy hogy szolgál kedves egészséged? Úgy szolgál, hogy én szolgálom őtet. Mert hogyha valami más szolgálok, akkor az egészségem nem szolgál engem. Úgy is mondhatnám, hogy a lélek megtartja a testet, hogyha a test megtartja a lelket. Tehát érdemes elgondolkodni azon, hogy most szolgálom-e az egészségemet, vagy nem. Múltkor beszéltünk arról, hogy ha a lélek vezéri az elmét, amit meg tudunk alapozni azzal, hogy időnként meditálunk, elmerengünk, és lehalkítjuk a racionális elmét, akkor tudunk boldogulni, vagy más szóval akkor egészek lehetünk, egészségesek lehetünk. És elgondolkodtam ezen, hogy mikor ez a szó jön, hogy szolgálat, hát ezt is érdemes lenne egy kicsit megvizsgálni. Nem a rabszolgaságra kéne gondolni, tehát kicsit negatív kicsengése lehet ennek a szónak, hogy szolgálat. Meg nem a rongálásra, meg ilyenekre. De azért nézzünk vissza, hogy kit meg mit szolgáltunk az utóbbi pár ezer évben, csak egy nagyon röviden. Elmentünk a római amfiteátrumba, és megnéztük, megtapsoltuk, ahogy az oroszlánokkal megetették azokat az embereket, akik rosszkor, rossz helyen voltak. Meg a gladiátorok, és így tovább. Jártunk kivégzésekre, a főtérre, néztük, ahogy ég a mágia, tapsoltunk. Akkor szolgáltunk ilyen-olyan pápákat, királyokat, vezéreket, például a Medici, uzsorás pápákat, aztán olyan pápát, aki parancsot adott, hogy ki kell írtani az amerikai őslakosságot, azokat a pokol fajzatokat, mert hogy azok nem keresztények. Aztán szolgáltunk különféle egyéb, ilyen 8. Henrik, ugye tudjuk, hogy Angliában ő hogy fejezgette le a feleségeket. Aztán volt itt Hitler, Lenin, Stalin. Na, tovább nem folytatom a mostaniakról, inkább nem beszélek, mert még gyanúba keveredek, hogy politizálok. Az a lényeg, hogy így visszatekintek. Ja, meg ott volt Nero, meg Caligula, még egy kicsit vissza. Szóval, hogy nem, csupa olyan emberek vagy személyiségek ütik fel a fejüket, akik a történelem oszlopos, hogy mondjam, uralkodói voltak, és valahogy mindegyiknek egy közös vonása volt, vagy kettő, hogy elmebeteg és tömeggyilkos. Na most, ez, hogy erre visszaemlékeztem, csak azért volt, ebből kéne kiszállni, ebből a bűvöletből. Azért enyhít a körülmény, hogy többségünk az nem azért ment oda önszántából, hanem azt mondták neki, hogy ha te nem mész ki, akkor holnap te mész a mágiára. Ha nem mész oda tapsolni, holnap te mész a mágiára. Tehát kevesen voltak azok a elhivatott kibicek, akik tényleg élvezték a műsort. Na mostan viszont kit kéne szolgálni? Hát a természet törvényeinek az érvényesülését kellene szolgálni. Tehát, hogyha én úgy szolgálom az egészségemet, hogy harmóniába kerülök a természet törvényeivel, akkor az egészségem is fog engem szolgálni, mert akkor senki nem tud megmenteni engem attól, hogy egészséges legyek, ha a természet törvényei szerint élek, és segítek abban, hogy ezek a törvények rajtam kívül is érvényesüljenek. Tehát azt mondod, Tibi, hogy ahogy szolgál kedves egészségedre, az a válasz, hogy ahogy én szolgálom az egészségemet, vagyis nekünk személyenként is, önállóan
a saját egészségünkért felelősséget kellene vállalni, mert az egészségünk attól lesz egészség, ha mi magunk az egység, az egészben megtaláljuk a harmóniát. Ugye, csak szeretnék dicsekedni a tudásommal, mely szerint körülbelül 50 billió, azaz 50 ezer milliárd sejt alkot egy emberi testet, tehát azt a fizikai megtestesülést, és ez az 50 ezer milliárd sejt egymással egyetértésben, egymás segítve, harmóniában dolgozik azért, hogy egyébként belenézze a tükörbe, megállapíthassam, hogy én milyen pocsékul nézek ki már megint. Igen, hát a sejtjeink mindent sejtenek, sőt tudnak. És a DNS-ünkben igazából a lélekben hordozott információnak egy anyagi megjelenésű, mondjuk így tükrözítése is ott van, sőt az aurájában meg még több, és hát a lélekben meg minden ott van, amit eddig tapasztaltunk. Hogy most megint egy pillanatra visszatekintek, csak kicsit javítanék. A korábbi példákban, amiket emlegettem, hogy történelmi miféle idézőjelbe vett nagyjait szolgáltuk, ezek nem, hát nem valami pozitív példák voltak, és ezért hadd említsek meg egy pozitív példát, mert igazából szolgáltuk mi Árpád vezérünket is, pontosabban ő szolgált minket, mi viszont vele harmóniában cselekedtünk, és követtük az ő példáját, hogy ő ténylegesen tudjon minket szolgálni, és akkor annak idején, mikor a pozsonyi csata, vagy inkább háború lezajlott, akkor ő annyira szolgált minket, hogy ő is oda vezet aztán utána, viszont 100 évig nem támadtak ránk azok a hatalmak, amelyek hát nem az élet kultúráját szolgálták, hanem úgy mondanám a világtalanság világát szolgálták. És ezt a fajta együttműködést kéne nekünk folytatni a természettel, meg az egészségünkkel, és hogy mondtad a sejteket, ez egy jó példa arra, hogy nekünk is valami sejt már embereknek, akik a világosságot akarjuk szolgálni, illetve helyreállítani, hogy nekünk is egy sejthálózatot kell alakítanunk, mert az egész univerzum holografikus felépítésű, vagyis minden egyes legkisebb részecskében is ott van az egésznek a mintaképe. És hogyha csak egy részecskét megmentünk belőle, abból újra kinevezhető az egész. És hát nincs, tehát az univerzum, az élő univerzum minden alkatrésze analóg szerkezeti és működésű, és az ember sem lehet ez alól kivétel, mert különben ki lesz vonva a forgalomból. Na most, mivel nem vagyunk kivételek, tehát ahogy a mi testünk sejtekből áll, az emberiségnek is, akik az élet kultúráját szeretnék újraéleszteni, és nem félelemben élni, azoknak is egy sejthálózatot kellene alkotni, mert akkor, ahogy a fizikai testben is az immunrendszer elrendezi, hogy a degenerált sejtek leváljanak rólunk, és kiürüljenek, így, hogyha a világosság felé tekintő emberek is egy ilyen sejthálózatot építenek, akkor leválnak róluk azok a sejtek, akik igen kis létszámban vannak, és akik ezt az egész, hát igazából rabszolgatartó természet, az élő életterünket folyamatosan pusztító hát rendszert megalkotják, tehát akkor ők leválnak rólunk, és ehhez csak az kell, hogy mi magunkat szolgáljuk, és nem olyan hatalmakat és történelmi nagyságokat, akiket korábban soroltam fel, nem éppen hímes példaként. Ugye 70 ezer milliárd, 50-60-70 ezer milliárd egy emberi szervezet, és a Földön meg csak 7 milliárdan vagyunk. Tehát mennyivel egyszerűbb lenne ezt a sokkal kisebb számot arra megtanítani, hogy
hogy egymást segítve, egymást támogatva szervezze az életét, mert akkor közelebb lett a harmóniához. Említetted ezeket az uralkodókat, illetve szóba hoztad Árpád apánkat. Ugye abban a rendszerben, abban a törzsszövetségi rendszerben, ha jól emlékszem, vagy ha jól tudom, akkor nem voltak adóbeszedő csoportok, nem volt rendőrség, nem volt katonaság sem, hiszen a társadalom minden tagja részt vett a maga életterének a működtetésében, gazdagításában, és amikor megérkezett a hívó szó, vagy a véres kard, akkor a minden egyes kisközösségből tudta az, akinek akkor lóra kellett pattannia, és azt is tudta, hogy hol a helye, amikor a csatarendbe felálltak, hogy megvédjék a saját közösségüket. De egyébként a hétköznapi életben a közösségek hasznos tagjai voltak. Képzeljük el az adóhivatal munkatársait, ahogy épp a biogazdaságunkban töltik a napjaikat, mert hogy már nincs mit tenniük az adóbeszedéssel, kedves nézők, ez csak egy tréfa volt. Hát az Árpád vezér és elődjeinek a rendszerében ott a résztvevők, mindenki tudta a helyét, a szerepét, és tudták az időzítést, és tudták a térbeli elrendeződést is, a struktúrát is látták, és benne a helyüket. Vagyis teljesen analóg módon úgy működtek, mint az élő univerzum. Mert ugye az élő szervezet is úgy működik, hogy ilyen sejtekből épül fel, és ott soha nem lehet semmiféle tragédia, nem lehet degeneráció, hogyha a megfelelő táplálékhoz hozzájut az élőlény, akkor és a tudata sincs megfertőzve, akkor minden rendben van. Most ha mi valóban így megszerveződünk, akkor a tudatunk sem kerül veszélybe, már a tudatunknak most a gondolat, tehát a racionális elmére és a érzelmvilágunkra gondoltam, mert a tudatunknak ez a fertőzhető része, hiszen a tudatunk ebben a részében tudnak megtelepedni a tévhitek. És hogyha mi nem szolgálunk természetellenes, életellenes hatalmakat, csak azért, mert valami miatt idézőjelben én mondom, hatalmi pozícióba kerültek, mert itt egyetlen hatalom rúghatna labdába, és rúg is labdába, ez a teremtő hatalma, vagyis a hatalom nem a mások fején való taposást jelentette eredetben, hanem a teremtőnek a hatás körét, ez a hatalom a hatás köre. És mindannyiunknak van annyi hatás köre, ha nem engedjük meg azt megszüntetni, hogy egyrészt a saját egészségünket tudjuk tudati és testi szinten megőrizni és helyreállítani. Másrészt a térségünk, tehát ahol mi egy közösségben élünk, annak a gondolati, érzelmi és testi egészségét is tudjuk, hát nem személy szerint helyreállítani, hanem hozzá tudjuk segíteni, hogy nekik ez helyreálljon. És akkor viszont egy olyan közösséget alkotunk, ami olyan, mint egy egészséges élő szervezet, és innentől kezdve mi nekünk tényleg van egy olyan társulásunk, ahol mi társadunk egymással összhangban, harmóniában, egymással harmóniában, mindenféle versengés nélkül, és harmóniában a természet törvényeivel, és akkor innentől kezdve mondhatnánk azt, hogy most a mi társulásunk, a mi társalgó társulásunk, amit hívhatunk társadalomnak, az egy ilyen paradicsomszerű sziget. És ahogy mi ezt kisugárzunk magunkból, a földkerekségen ez mindenhol megtörténhet, tehát ahogy az egészséges testben a degenerált sejtek eltűnnek, itt is ez tudna történni, az egész földi világunkból a degenerált természetellenes tényezők, azok úgy szépen
mint tavasszal a hó elolvadna, és nem, nincs velük is semmi küzdeni valók. Tibor, szóba hoztad az egészséget, mert ugye ahhoz, hogy boldogok legyünk, boldoguljunk, ahhoz az egy alapfeltétel, hogy egyébként a fizikai síkon is egészségesek legyünk, egészben legyünk. Az egészség ez rendkívül divatos manapság, ugye van ügye is, állami szinten egészségügynek hívják, és ahhoz, hogy az egészségügyünket kezeljék, ahhoz kórházakat hoztak létre, ahova a még egészségesnek látszó páciens bemegy, de ott azonnal ki fog róla derülni, hogy ő beteg, és kórokat hordoz magában, ezért ott tartják a kórházában minél tovább, de ettől egészséges nem lesz, mert hogy ott mindenféle kemikáliákat, vegyszereket és ilyen nem természetes eredetű anyagokat nyomnak belé, ráadásul a szeretet, amiből a legtöbb kellene a lábadozó betegnek, abból ott ugye nem nagyon van, megértjük, hogy alul fizetettek az ápolónők, és hogy eszközök sincsenek, és ez és az, és hát ezért kórház. Azt szeretném kérdezni, hogy számtalan magazin, média, műsor, újság települt rá az egészség kultúrára, és aki keres, ugye talál, tehát bárhol, bármit kinyitsz, akkor ott vannak mindenféle kúrák, táplálékok, javallatok, hogy mit szedjél, hogyan egyél, hogy fogyókúrázzál, hogy diéta, hogy csináld ezt, hogy csináld azt. De ugyanakkor a lakosságon én nem láttam, hogy ez hatékony lenne. Valóban azon múlik-e az egészségünk, hogy milyen hova fizetünk be, ilyen egészségcentrumba, vagy hogy mit teszünk. Egyáltalán az egészségünknek mi az alappillére? Megint kell mondanom újra, hogy a lélek megtartja a testet, a test megtartja a lelket. Vagyis a lélek templomával, a testtel is kell foglalkozni, és itt azért jelentős szerepe van annak, hogy mit eszünk. És amit eszünk, az a tudatunkra is visszahat. Tehát, hogyha például gyógynövényeket fogyasztunk, akkor azért térhet vissza az egészségünk, mert a gyógynövények nem csak a fizikai szervekre hatnak, hanem a tudatunkra is, és szép csendben az érzelme és a gondolatvilágunkban elkezdik simogatni, elsimítani azokat a hullámokat, amik diszharmóniákat okoznak bennünk, és így megbetegítenek. Ezzel együtt nagyon fontos, hogy milyen levegőt szívünk be, milyen vizet iszunk, mit teszünk. Ugyan a szervi elváltozásoknak az alapvető oka mindig az érzelem és gondolatvilágunkban van, mert keletkezik bennünk valami olyan érzelmi konfliktus, ami drámaian hat ránk, és egy olyan helyzetben érezzük magunkat, ami tűrhetetlen, váratlanul ért, nem tudjuk, hogyan oldjuk meg, és pörög a tudatunkban, hogy meg kéne oldani, nem találjuk a megoldást, és mivel úgy idomítottak minket a utóbbi pár ezer évben, hogy mindenkiben szinte, ha nem is ellenséget, de idegent látunk, de általában ezeket magunkban folytjuk, és ez is egy nagyon káros dolog. Tehát körülbelül ezek a feltételek kellenek az érzelemvilágunkban, hogy szervi átváltozások kialakuljanak, és aztán az immunrendszer, hogyha normálisan működik, akkor hogyha teszem azt, egy szövetszaporulatot kell elbontani, el fogja bontani, amikor én visszakerültem érzelmi gondolati harmóniába, megoldottam az érzelmi konfliktusomat, ha meg egy sorvadt szövetet kell újraépíteni, megteszi, és az immunrendszerünk viszont csak, hogy az rendben legyen, annak az egyik feltétele, hogy valódi táplálékot együnk, és nem mérgezett fűtőanyagot, amiket ugye a polcokról le lehet venni kényelmesen a különféle nagy élelmiszer üzletláncokban. Tehát azt mondod, hogy magunkért kell felelősséget vállalnunk, és hogy ez a felelősségvállalás mindjárt a táplálék kiválasztásánál megjelenik. Ugye a beteg
mert a betegség az már egy következmény, tehát az nem az ok, az okozat, amikor már megbetegedtünk. Igen. De amikor megbetegszünk, akkor elmegyünk az orvosokhoz, a kórházba, kórházába, és átadjuk a felelősséget. Gyógyíts meg! Ugye? És ettől kezdve mi könnyen vagyunk, mert hát az orvosnak a dolga az, hogy bennünket meggyógyítson. A felelősségvállalás az ott kezdődik, hogy mi magunk akarjunk meggyógyulni, illetve keressük meg annak az okát, hogy mitől lettünk betegek. Igen. Mi okozzuk a betegedésünket az érzelmi és gondolati kilengéseinkkel. És mi is tudjuk csak magunkat meggyógyítani. Tehát igazából nincsenek gyógyítók. Egyszerűség kedvéért hívjuk őket így, de valóban ők olyan lények, akik rendelkeznek olyan tudással és tehetséggel, hogy katalizátorként segítsék, felébresszék és gyorsítsák bennem az öngyógyító folyamatokat. Na most itt nyilván szóba jöhetnek mindenféle gyógynövények, táplálék kiegészítők, mindenféle hatékony a természet rendjével összhangban lévő gyógymódok, és ezek közül választani kéne. Mert ugye, ha táplálék kiegészítő, az is szóba jöhet, hogyha tényleg valóságosan működik. És én csak azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy meg kéne tanulni használni a pálcát és az ingát. Tehát ezekre a radioesztéziás eszközökre gondolok, mindenkiben megvan a lehetőség, egy bizonyos szintig el lehet jutni. Miért kell ez? Ez ilyen mankó. Hogyha én nem hallom meg direktben a lelkem sugallatait, tehát az intuíciókat, akkor segít nekem a pálca. És én például csináltam egy listát a szóba jövő ennivalók közül, felsoroltam a szóba jövő ennivalókat, és hogyha valaki ideül velem szembe, akkor veszem a listát, ráteszem a kezem, húzom az ujjamat végig, és nézem a pálcával, hogy mikor mond igent, és mikor nemet, és mikor mondja azt, hogy na hát ez olyan, hogy ehetette, ártani nem használ, mit tudom én, és akkor kiderül, hogy mi az, amit neked jó enni, ami tényleg neked használ, és mi az, amit nem jó enni, és mi az, ami mindegy. Ilyen módon, és ugyanezt meg tudjuk tenni a táplálék kiegészítővel, vitaminnal, stb.-vel is, millióféle készítmény van, nem mondjam, hogy milyen arányban, nem is tudom, hogy van a működőképes, hogy mennyi van, mennyi a humbuk és a nagy hírnév mögé rejtett ilyen méregdrága, ilyen semmire nem jó egyveleg. Az a lényeg, hogy ezt kéne megtanulnunk, hogy ha másképp nem egy így, ki tudom választani. És akkor, hogyha én bármilyen vércsoportú is vagyok, az is benne lesz, mert a pálca megmondja, hogyha én, mit tudom, én nullás vércsoportú vagyok, akkor nekem mégiscsak kéne húst, meg húsféleséget, ilyesmit, meg állati eredetű dolgokat enni, és így tovább. Tehát a pálca megmondja. Így módon megmenekülök olyan csapdáktól, hogy rengeteg sok időt töltsek el, meg pénzt költsek arra, hogy mindenféle tanfolyamokra menjek, mindenféle irányzatokat tanuljak meg, és akkor ottan nagy zűrzavarba, hogy van, választom ki, hogy na most akkor én a vércsoport szerint táplálkozás, vagy a paleolit táplálkozást választom, vagy én most vegetáriánus vagyok, vagy mit tudom én, millióféle dióta van, diéta van. Az a lényeg, hogy én azt tudnám mindenkinek tanácsolni, hogy kevés az időnk arra, hogy itt ezt a földi életteret regeneráljuk magunkkal együtt. Nincs idő arra, hogy mindenféle teóriákat tanuljunk meg, tehát, és mindenféle címkék alá sorolt, bekategorizált elméletekbe merüljünk el, nincs erre időnk. Először is azt ki tudom választani, hogy nekem mit érdemes tanulni, valami olyat, ami fölébreszti bennem, amit már úgy is tudok igazából, mert hoztam magammal, és akkor én megtalálom azokat a módszereket, az ennivalót is, meg a módszereket is, amivel én az egészségemet vissza tudom állítani, és meg tudom őrizni. Tehát ezt tudnám mindenkinek hogy javasolni, hogy ne veszünk el az erdőbe. Mert hogyan válaszol meg diétát? Nem, én személyre szabottan kell, hogy kiválogassam. Igen. És ezt lehet, hogy meg kell ismételnem, mert lehet, hogy egy év múlva más lesz nekem az, ami használ.
gyógynövény vagy bármilyen táplálék. Ezt mindenki meg tudja szerintem tanulni. Összegezve mai beszélgetés végeredményét, a továbbra is ugye az van, hogy a változás a felismeréssel kezdődik, tehát hogyha az eddigi életmódunk oda vezetett, hogy mindenféle bajaink vannak, és naponta 1-2-3-5-6 féle gyógyszert kell beszednünk ahhoz, hogy az a képzetünk legyen, hogy egészek vagyunk, egészségesek vagyunk. Tehát, hogyha az eddig életmódunk eredménye ez lett, akkor ha így folytatjuk tovább, akkor a betegségünk csak fokozódni fog. Tehát, ha ezt felismerjük, akkor változtatnunk kell. A változtatást azt nem kívülről kell várni, hanem nekünk kell magunknak megtenni, mégpedig első lépésként például azzal, hogy odafigyelünk arra, hogy tiszta élelmiszerrel, tiszta tápanyaggal tápláljuk a testünket. Tibor, nagyon szépen köszönöm, hamarosan folytatjuk. Kedves nézőknek is köszönöm a figyelmét, nézzék továbbra is a Civil Multimédia adásait. Viszontlátásra!